A hideg időben sokan megfáznak, kapar a torkuk, köhögnek. Akiknek enyhébb tüneteik vannak, gyakran választják a vén nélküli gyógyszereket, ahelyett, hogy orvoshoz mennének. Pap András gyógyszerész azt mondja, ha ezt a megoldást választják, akkor lehetőleg csak egyféle gyógyszert használjanak, és ne vegyenek be a megengedettnél több szemet. Mindegyiknek ugyanaz a hatóanyaga nagy részt. Tehát ha ez a forró italporok vannak tabletták formájában, ez a paracetamol hatóanyag gó nagy része. A paracetamol egy nagyon-nagyon régi hatóanyag, tehát több mint 100 éves, és ez egy jó hatóanyag, tehát természetesen nincs vele semmi különösebb probléma. Egyedül az, ami problématikus vele kapcsolatosan, hogy van egy adott dózis, amit nem szabad túllépnünk, különben jelentős májkárosodással járhat ez a kezelés. Ez mindenképpen fontos betartanunk, hogyan maximum, amit lehet ebből 2500 mg egy nap beszedni. Én ennyit javasolnék mindenkinek. A paracetamolos mellett ibuprofén hatóanyagú gyógyszerek is vannak. Ebből maximum 1500-1800 mg-ot szabad 24 óra alatt beszedni. A vén nélkül kapható gyógyszerek helyett sokan vitaminokkal gyógyítják magukat. Pap Lászlóné azt mondja, férjével multivitamint és C-vitamint szoktak szedni, ha megbetegednek. Szerintem jól beválnak. Tehát ritkán megyünk orvoshoz, de még azért nem vagyunk olyan túl idősek. Marosvölgyi Csilla pedig munkája során sokat találkozik betegekkel, így ő is C-vitaminnal és gyógyteákkal tartja rendben egészségét. Ha mégis megfázna, a köhögés ellen is van egy jó módszere. Még a lándzsás úti fű, amire esküszöm, hogy köhögés és ilyen látás időben nekem bevált és a családnak. Pap András szerint a C-vitamin a betegség megelőzésében nem feltétlenül segít, azonban a leküzdésében igen. Gyerekeknek legfeljebb 200 mg-ot, felnőtteknek pedig 500 mg-ot javasol naponta.